Tivadaron és környékén a Tisza védműi már elavultnak számítanak, és a műszaki paramétereik sem felelnek meg a mai hatályos jogszabályi előírásoknak. Az éppen folyamatban lévő, ezt a szakaszt érintő beruházás célja az árvízvédelmi biztonság növelése a Berekben, és kifejezetten a Tisza, Tivadar és Kisar-Nagyar környéki szakaszának biztonságossá tétele. A 13-ban megjelenő belügyminiszteri rendelet előírt az új mértékadó árvízszinteket, és az alapján a korábban kiépített művek már nem feleltek meg ennek az előírásoknak. Ennek keretében itt most Kisar-Nagyar, illetve Tivadar térségében közel 9 km árvízvédelmi töltés magasítására fog sor kerülni. Ezeknek a műszaki kialakítás az nagyban függött a terület rendelkezés állását, illetve a helyigényétől, tehát ahol lehetőség van, például 3 km hosszban a meglévő földműveknek a szélesítésével, magasításával érjük el a kitűzendő célokat, de Kisar belterületén, ahol a ráépítettség miatt itt helyigény az jóval szűkebb, ott pedig ilyen komplex árvízvédelmi létesítmények, tehát parapetfal, mobilfal együttes alkalmazásával valósul meg az a cél, Kisar esetében például 600 méter hosszban. A területi felügyelő szerint a Felső Tisza egyik legproblémásabb szakasza az úgynevezett tivadari szűkület, amely alacsony vízszállító képessége sokszor gondot okoz az árvízi védekezésben. A beruházással ezt a problémát is megszüntetik a vízügyi szakemberek. Ennek keretében közel 2 kilométer hosszban új nyomvonalon egy töltéskorrekciót hajtunk végre, amelyel úgymond a folyó hullámterének a visszaálltó képességét fogjuk jelentősen növelni. Beruházásnak műszaki tartalma még a folyószakaszon 4 területen is a partbiztosításoknak a helyreállítása, kiegészítése, illetve javítása. Az együttes célunk az, hogy az árvízi biztonság olyan mértékben fejlődjön, ahol egy sikeres védekezésnek a feltételei biztosítottak. A projekt befejezését 2019 tavaszára tervezték, azonban a védművek építéséhez szükséges területszerzési nehézségek miatt ez a határidő várhatóan a jövő év végéig is kitolódhat.